Elektromos autóvásárlást ösztönző program indul júliusban, az akcióterv új és használt járművekre is kiterjed majd. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ezt azután jelentette be, hogy együttműködési megállapodást írt alá a Széchenyi István Egyetem és a kínai NIO járműipari vállalat. A miniszter azt mondta, az elektromos autózás jelenti Európa jövőjét. Elegancia, luxus és fenntarthatóság. Ez Kína egyik óriás autóipari cégének legmodernebb elektromos autója. A NIO modelljei ráadásul nem csak hagyományosan, kábel segítségével tölthetők. Egy speciális módszerrel néhány perc alatt kicserélhető a lemerült akkumulátor egy feltöltöttre. Ezeket a cserélőállomásokat már Magyarországon is gyártják. A NIO most a Széchenyi István Egyetemmel és a HUMDA Magyar Mobilitás Fejlesztési Ügynökséggel kötött kutatási és fejlesztési megállapodást. Az akcióterv segítségével gyorsítanák az áttérést az elektromos autózásra. Az együttműködés minden korábbi lehetőséget felülmúl. Olyan jövőt képzelünk el, ahol innováció és fenntarthatóság egyszerre van jelen az elektromos autózásban. Mindezt magyar szakemberek segítségével, fogalmazott a NIO európai alelnöke. A mostani megállapodás nagyban segítette a kínai elnök budapesti látogatása. A felek szerint ugyanis új szintre emelkednek a kínai-magyar gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok. A két ország számos együttműködési tervezetet írt alá a kínai elnök látogatásakor. Ezek között szerepelt több beruházás, valamint kereskedelmi és tudományos megállapodás is. Ezúttal pedig egy innovációs technológiai kapcsolat születik, mondta Kína budapesti nagykövete. Fel kell gyorsítani az elektromos autózás európai térnyerését, egyben a 2035-ös átállás elérését. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kiemelte, az elektromos autó és járműipar fejlesztése nem véletlen, mert az elektromos autózás jelenti Európa jövőjét. Ebben Magyarországnak fontos szerep jut. Hazánk célja, hogy tovább erősítse a gazdaság találkozási pont szerepét, amelyel azt akarjuk elérni, hogy Magyarországon kapcsolódjon össze a kelet és nyugati tőke, illetve high-tech technológia. Nagy Márton hozzátette, az elektromos autózás átmenetének felgyorsítása érdekében a magyar kormány egy uniós szintű akciótervben júliusban autóvásárlás ösztönző programra tesz javaslatot, amely új és használt járművekre is kiterjed majd.